régi vágya valósult meg Dány és Kóka községeknek 2018. szeptember 1-én, amikor ünnepélyes keretek között átadták a két települést összekötő megújult utat. Az átadó eseményen Cerván György, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. Valóban nagyon-nagyon régóta és nagyon-nagyon sokan várták ezt a mai napot, hogy elkészüljön ez az út. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap volt az, ami a megoldást jelentette. Ahogy a nevében is benne van, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap. Ugye az út mellett mezőgazdasági területek is vannak, ahogy ezt valamennyien láthatták, és ez kimondottan önkormányzati, külterületi utak építésére vonatkozó támogatási lehetőség, viszonylag nagy támogatási arányjal. Tehát a feltételek adottak voltak, még csak azt kellett kitalálni, hogy milyen formában pályázon a két település, hogy az önerő terhe az megosztódjon. Konzorciumos megoldást választottunk, ami egy picit bonyolította a pályázatot, de végül is a pontszámok tekintetében pedig pluszpontokat eredményezett. Ennek a pályázatnak lett az eredménye az, hogy a 118 millió forint értékű beruházás 100 millió forint vissza nem térítendő, nagyobb részt Európai Uniós, kisebb részt hazai költségvetésből finanszírozott támogatást kapott a beruházás elkészítésére. Az önerőt az önkormányzatok tudták biztosítani, illetve nem tudom, hogy a MOL képviselője itt van-e, de szeretném a MOL-nak is megköszönni, hogy besegített abban, hogy az önerő rendelkezésre álljon a beruházáshoz, hiszen itt a MOL is elég gyakran használja ezen útszakaszt. Ugye az én választókerületemhez, ahol most már hatodszor sikerült nyerni, a Galgamente, Dél-Galgamente, illetve a Tápjómente tartozik. Kóka és Dány aspektusából nézve ez az út, ez összeköti a Galgamentét a Tápjómentével, tehát ilyen értelemben az én szívemhez, talán a többihez képest valamelyes közelebb áll ez az út, hogy ez elkészületett. A beruházás megvalósulásának történetét Gódor Lajosné, Dány község polgármestere részletezte köszöntőjében. Valamikor ezt az utat a Dány-Kóka közös termelőszövetkezet idején építették, hogy a két település TS tagsága könnyebben tudjon eljutni a munkahelyére, hogy zöggenőmentesebben közlekedjen a TS által üzemeltetett busz. Ez mára már történelem. A vagyonnevesítéskor az utat a két önkormányzat képviselőtestülete kapta meg. Az 1990-es évek óta az önkormányzatok működtetik kisebb-nagyobb sikerrel. Az út állapota egyre romlott az elmúlt évek alatt. A két önkormányzat képviselőtestületei mindig napirenden tartották az útfelújítást, de sajnos nem sikerült. 2016. novemberében felvillant egy reménysugár, a vidékfejlesztési program keretén belül kiírt pályázat révén, ami alapján az önkormányzatok pályázhatnak külterületi helyi közutak fejlesztésére. Dány-Kóka község önkormányzata élt a lehetőséggel, és 2017. februárjában beadta a pályázatot. 2018. április 25-én megérkezett a támogatói okirat, amiben értesítették a két önkormányzatot, hogy sikeres volt pályázatunk, és 99.999.991 forint támogatásban részesül a két település. A közbeszerzést kiírtuk, ami sikeres volt. A pályázatot a Német út Kft. Nyerte el. A munkálatokhoz az önrészt a két önkormányzat és a MOL Nyrt. Vállalta, amit most itt szeretnénk képviselőjüknek is megköszönni. A vállalkozónak munkaterületet adtunk, és elkezdődött az építkezés. A megújult utat Kovács András plébános szentelte meg. Minden, ami az embereket egységre vezeti, Isten terve szerint való. Akiket ugyanis hegyek választanak el, vagy vizek, sőt nagy távolságok különítenek el, azokat összekötik az újonnan épült utak, a személyszállításra való új találmányok, amelyek megszüntetik az emberek közötti távolságokat. Kérjük tehát az Urat, hogy áldja meg azokat, akik ezt az utat építették, és segítő erejével oltalmazza azokat, akik ezt használják. Könyörögjünk!
Istenünk, bármely vidéken járnak is azok, akik neked szolgálnak, de sohasem vagy távol tőlük. És atyai pártfogásoddal véded a benned bízókat. Mindazokat, akik ezen az úton átkelnek, indítsd és irányítsd kegyelmeddel, és kísért segítségeddel. Oltalmad védje őket minden veszélytől, hogy szándékuk teljesüljön, és a kívánt helyre szerencsésen eljussanak. Krisztus, a mi Urunk által. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le mindazokra, akik ezen az úton járnak. Amen. Az átadást jelképezően a nemzeti színű szalagot Cerván György országgyűlési képviselő, Gódor Lajosné Dány község polgármestere, dr. Havas Mária Kóka község alpolgármestere, Németh Róbert a kivitelező cég ügyvezetője, valamint Kovács András plébános vágták át. Ezt követően sor került az ugyancsak újonnan megépült dáni sportpark átadására is. 2016-ban kaptunk egy tájékoztatást, hogy önkormányzatunk pályázatot nyújthat be felnőtt sportpark építésére. Mi éltünk a lehetőséggel, elkészítette az önkormányzat pályázatírója Tóth Dániel a pályázatot, benyújtottuk. Érdeklődtünk, semmi tájékoztatást nem kaptunk, hogy lesz ebből valami, nem lesz ebből valami, csend volt. Majd 2018 tavaszán újra lehetőség nyílt sportpark építésére a Líder közösségen belül. Úgy gondoltunk, testület döntés hozott, hogy hát akkor már legyen ide egy sportpark, ha meghirdettük a faluba, beadjuk a pályázatot. Ekkor nagyon kellemes meglepetés ért bennünket, egy támogatói okiratot kaptunk, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti Szabadidős Egészség Sportparkba való részvételről szóló tájékoztató alapján benyújtott kérelmünket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta, és az értékelő bizottság értékelte. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter Dány településen egy darab C-típusú sportpark megépítését támogató döntést hozott. Akik itt összejönnek, gazdagodjanak a testvéri kapcsolatok ápolásában, és örömmel dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le erre a sportparkra és mindazokra, akik ezt örömmel használják. A két beruházás átadását követően a 12. alkalommal megrendezett Dányi falunapok ünnepélyes megnyitóján Cerván György országgyűlési képviselő köszöntőjében egy közeljövőben megvalósuló újabb fejlesztést is bejelentett. Nagyon örülök annak, hogy a választókerületem települései nagy része belterületi utakra pályáztak a közelmúltban, és ha minden jó megy, még a pénzügyminiszternek alá kell írni ezeket a határozatokat, több mint 1 milliárd forint jön a választókerületbe kifejezetten belterületi út építésére. Tehát a Dány-Kóka útszakasz az külterületi út volt, és örömmel mondhatom, hogy itt Dányon is folytatódhat az útépítés. Puskázok, 113 millió forint vissza nem térítendő támogatást kap Dány belterületi utak építésére,
És ez azt jelenti, hogy ahogy bejövünk Kóka felől a most átadott útszakaszon, tulajdonképpen ez a Vásártér utca, ha jól megjegyeztem, folytatódni fog, tehát folyamatos lesz egészen a közútig, a főútig a beltelti útszakasz, és Szentkirály település rész is fog ebből a támogatásból kapni. A Szent István utca kerül majd aszfaltozásra, felújításra. Gondolom az ott élők ennek is fognak örülni. Tehát hajrá, megyünk tovább. A polgármester asszonnyal, a képviselőtestülettel, a dániakkal úgy gondolom, hogy a jó kapcsolatunk megalapozott, és azon leszek, hogy a jövőben is hasonló jókat tudjak bejelenteni mindannyiuk hasznára, mindannyiuk örömére.